My Love, Oscar. Szerbusztok, kedves emberek! Én Oscar vagyok, és kettő dolog történt ma. A már beköszönés, mi tenger, mi a tisztelet? Na. Szóval nem nagyon vertem én ezt nagy dobra különösebben, de beruháztam egy GoPro Hero 6 Black-be bele. Úgyhogy most már azzal veszem fel ezt a jelenlegi videót. Hát a fényeket, azokat erőteljesen beízítottam, tehát hogy azért az első próbafelvételnél, amit most ugye a GoPro-val csinálok, azért a fényekkel ne legyen különösebben gond. Hát sokkal, tehát fényévekkel fejlettebb, mint a Hero 5 Session, ami eddig volt nekem. Még mindig megvan, majd el fogom adni. Tehát ez egyik dolog, hogy hát most ezt fogom majd így bütykölgetni, aztán természetesen, hogyha már úgy érzem, hogy kimaxoltam, akkor majd készítek belőle egy teszt videót, meg egy ilyen elemző videót, majd nem tudom, a napokban, vagy a hetekben. Nem tudom még, hogy milyen a képminősége. Hát nyilván interneten néztem róla felvételeket, lenyűgöző volt mindegyik. Gondolom, hogy itt szobakörülmények között is jó. Mindegy, most nem akarok ebbe belemenni, technikai részletekbe, mert egyrészt utána akarok járni, meg majd ez egy külön videó lesz. Persze jól utána néztem, mielőtt megrendeltem. Ez jelenleg a legjobb akciókamera, ami létezik. Na, ami viszont érdekes, hogy mi történt. Hát a lényeg az, hogy itt a galambok a környékünkön eléggé elszabadultak, garázdálkodnak, és ezért biztonsági okokból egy galambhálót felszereltem az erkélyre. Tehát fel kellett helyezni, úgyhogy most már galambmentes az erkély teljes mértékben. Viszont egy pici kis galamb, ami még éppen hogy megtanult repülni, belerepült a hálóba. És olyan szinten belegabajodott, hogy hát hogyha nem szabadítom ki, akkor biztos, hogy ott pusztul el. Amit egyébként megtettem, kiszabadítottam. Egy nagyon pici részt kénytelen voltam kivágni a hálóból, mert egyszerűen szegény mindig befelé akart repülni, én meg ugye hát hiába próbáltam kitessékelni, annyira rá volt tekeredve, hogy az esélytelen volt, tehát egész napot bogozhattam volna ki, akkor se jártam volna sikerrel, és hogy milyen ironikus ugye az élet, hogy pont ma tévedt erre egy galamb, gabajodott bele a hálóba, és pont ma érkezett meg a GoPro. És ugye hát frissíteni kellett a BIOS-át a szerkezetnek, tehát hogy a legfrissebb firmware legyen rajta, hogy az összes funkciót ugye ki tudja aknázni a kamerán keresztül, és nem frissült rendesen. Mert hát ugye úgy kellett frissíteni, hogy a mobilon a GPS is be kell kapcsolni ilyenkor, tehát hogy nem tudom, hogy pozícionálni tudja magát a készülékhez. Ez őszintén szólva nem is értem, hogy ezt miért így kell, mindegy részletkérdés, és hát egyszerűen nem akarta frissíteni, állandóan megakadt, elvesztette a fonalat. Hát mondom, akkor kimegyek az erkélyre, hát hogyha ott a GPS-t jobban be tudja fogni ugye a műholdon keresztül a telefon, mert hát ugye itt szobán keresztül nyilván nem is képes erre. Ami elég fura, és gondoltam, hogy na, akkor kimegyek, hát hogyha ott jobb lesz ugye az adás, és akkor vettem észre a galambot. Hát aztán persze nyilván a szabad ég az nem oldotta meg ezt a problémát, majd később visszajöttem, aztán utána már sikerült frissíteni. De hogyha nem jelentkezik ez a probléma, és nem ma érkezik meg a GoPro, akkor lehet, hogy napokig ki se nézek az erkélyre, és garantáltan ott elpusztul az a szegény kis állat. Na úgyhogy gyakorlatilag megmentettem ma egy életet, plusz megvan ez a GoPro. Ennyi. Ez a nagy történés, ami most így történt velem. Ja, meg hát igen, átrendeztem a szobát is egy kicsit. Életem legjobb átrendezése ez. Mert ugye olyan problémám volt, hogy az asztal hát abban a sarokban volt, hogy az ablak mellett, és nem kalkuláltam bele az előző szobaátrendezésnél, hogy a fény ugye főleg délelőtt folyamán nagyon erőteljesen bevilágítja a szobámat, és alig lehet látni a monitornak a képét. Pedig eredetileg abban a sarokban volt ugyanez az asztal, amit most használok, csak ugye én azt nem kalkuláltam bele, hogy annak idején eredetileg ez egy ilyen nagy polcos asztal volt,
Tehát, hogy volt még itt is egy polc, meg itt is, tehát itt körbe volt barikádozva tulajdonképpen, és a monitor, ami be volt téve, az le volt sötétítve, le volt árnyékolva. És én ezért nem volt zavaró, hogy abban a sarokban volt az egész berendezés. Most viszont, mivel ugye le lett csupaszítva egy olyan, nem tudom, 6-7 évvel ezelőtt talán, vagy már lehet régebben, ugye azóta ez problémát jelent, és hát most így felhúzódtam ide a szoba másik végébe, és ez most így nagyon jó, az ágy az most a túloldalon van, úgyhogy minden fasza. A zöld hátteret is beljebb raktam, úgyhogy most a szoba gyakorlatilag egy olyan 15%-kal tágasabb, ennek köszönhetően jobban is néz ki, jobban bejárható, úgyhogy ja, ez van. Na kíváncsi vagyok, hogy ez a GoPro mire képes. Hát fejlettebb a chip szettje is, ugye ez a GP1-es chip van benne, azt hiszem GP1-nek hívják, ami hát körülbelül egy olyan 70%-kal gyorsabb és 50%-kal jobb képminőségre képes. Ez már tud 4K-ban 60 fps-sel rögzíteni, 1080p-ben 120 fps-sel, meg szóval ilyenek vannak. Ja, és még egy információt azért elmondok. Ugye én azt is tervbe vettem, hogy egy ilyen stabilizátort, gimbalt fogok venni ehhez a GoPro-hoz, de végül is erről letettem, méghozzá azért, mert hát egyrészt piszok drága, majdnem annyiba kerül, mint ez a kamera. És a másik dolog meg az, hogy ha lineáris üzemmódban veszek fel vele, és be van kapcsolva a stabilizátor, akkor nincs képminőségvesztés érdekes módon. Ennek majd a technikai hátterét később elmagyarázom. Tehát a lényeg az, hogy a jelenlegi beállítás mellett állati stabil a kép, és nincs hozzá gimbal, tehát nincs szükség gimbalra. És vízhatlan ugye a cucc, úgy mint az eddigi GoPro-k is. Ugye ez a vízhatlanság azt hiszem, hogy a Hero 4-nél jött be, Hero 4 Session-nél, meg hát ugye a Black is az volt, az 5-ös az már ugye alapból, és hát ez a 6-os is most ez a legújabb. Egyébként van egy még ennél is újabb GoPro, ez a 2018-as GoPro, de az egy olcsó beresztés, gyengébb anyagokból készült, és tehát az egy ilyen modernebb technológiákkal, egy ilyen kommerszebb GoPro, de hát az valami hihetetlenül gyenge. Arról is néztem felvételeket, hogy esetleg, mert az egy 100-assal olcsóbb, mármint 100 dollárral. Vagy lehet 200-zal, nem tudom, szóval sokkal olcsóbb, de sokkal szarabb is. Na mindegy, szóval majd erről fogok most már ilyen videókat készíteni nektek. Meg hát jönnek a gameplayek vissza. Tudja. Egyébként gondolkodok most egy-két dolgon így a YouTube-os videózásomat illetően, mert ugye áttértem Twitch-re, és hát... Szóval a YouTube az nem tudom, úgy meg van halva. Nem is tudom, hogy mit kéne azzal csinálni. Én ott rontottam el, hogy a YouTube csatornámon minden van. Majdnem szó szerint lehet ezt érteni. Szóval az, lehet, hogy meg fogom tartani ezt a csatornát, tehát törölni semmiképpen nem törlöm. De egy ilyen mindenes csatorna lesz. Tehát ami úgy tényleg... Hogyha van valami gondolatom, akkor azt ugye elmondom, vagy valami érdekes téma, de mit tudom én, és lehet, hogy nyitok egy új csatornát, és ott viszont akkor ilyen tényleg tematikusan, tehát egy valamire, vagy valami szűkebb témára ráállva csinálni. De nem biztos, hogy van értelme, szóval gondolkodok ezen. Lehet, hogy inkább tényleg a Twitch-sel kéne foglalkozni, tehát ott már gyakorlatilag egy hónap alatt elértem azt, amit a YouTube-on 2 év alatt. Tehát azért, na. Na jó, mindegy, most nem akarok belemenni, mert kicsit fáradt is vagyok, szerte szét vannak a gondolataim, meg most ezzel a kamerával akarok foglalkozni. Egyébként a töltési ideje az valami hihetetlenül durva, hát persze teljesen csontig le volt merülve az aksi. Tehát egy ilyen 2 órán keresztül azért tölteni kell. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel, meg nézzétek a Twitch-es tartalmaimat, mert most már a gameplayek ugye alapból elsősorban ott jelennek meg élőadás keretén belül. Na cuppantás néketek, szektatagok!